Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit rendhagyó zen táboron. Nem mindegyikőtök látta és hallotta, mert igyekeztünk diszkréten kezelni, de hivatlan vendégeink voltak 4+1-en. Teljesen eltérő időpontban, nem tudtuk, hogy van-e köztük összefüggés vagy sem, és ilyenkor, ha látod azt, hogy a narratíva nem hihető, akkor csak a jelenléttel és a kapcsolattal foglalkozol. Tehát mi van akkor, ha egy látó azt látja, hogy neki ma ide kellett jönnie? Mindenképpen ide kellett, és az összes jel az úton arra mutatott, hogy neki ma ide kell jönnie. Sajnos emlékeztetni kell a látót arra, hogy egy valamit nem látott, a honlapunkat. Az eseménynaptárat, illetve a jelentkezők számát, illetve azt a kapcsolatot, ami alapvető egy embernél, hogy nem megyek be hivatlanul mások házába. Hát, hogyha beszeretnék menni egy templomba, mely egy közösségnek a háza, akkor mondjuk jelzem, hogy hello, tudtok fogadni? Alkalmas? Vagy egyebek. Ez itt megállt, és minden ilyen misztikumot, meg lila felhőt, meg egyebet, ez szépen kiiktat. Ezért hallod azt Szungszán zenmestertől, hogy helyzet, kapcsolat, cselekvés. Tehát volt egy olyan helyzet, aminek mi nem voltunk része odakint, aztán része lettünk agyban, kapcsolat az nem volt meg, csak a cselekvés. És ilyenkor azt látod, hogy az igazság hiányzik a működés mögül. Tehát nem volt tisztában az igazsággal ez a 4 ember. Azt hitték, hogy én, mint számukra egy ilyen nagybetűs T-vel tanító, vagy egy nagy M-mel mester, ami még rosszabb, hogy majd én azt csinálom a rámvetített tartalmak miatt, amit ők szeretnének. Mert ez így indul. Ha te nem csinálod azt, amit én szeretnék, akkor te nem is vagy tanító. Ha nem úgy gondolkodsz, mint én, hát akkor nem is vagy mester. Hát az borzasztó. Úgyhogy a zen az azért érdekes, mert nem a gondolatra alapszik, nem az elvárásokat teljesíti, és megtanít arra, hogy ismerd fel a tényleges helyzetet, teremts normális kapcsolatot, például együttérzés alapút, és működj helyesen. Tehát amikor hivatlan vendégünket visszakérdeztem, hogy és te hol laksz? Elmondtam. És képzeld el, hogy én egy este hivatlanul oda bemegyek, és ott vagyok nálad, és foglalkoztatlak, holott mondjuk te a gyerekedet akarod fürdetni, vagy tanítani szeretnél, mert 40-en azért jöttek ide. És így 2 perc csend. Messze menően 2 perc csend. És ekkor látod, hogy valami annyira hiányzik, olyan elképesztő baj van ide bent, hogy ezt nem lehet ezzel az eszközrendszerrel orvosolni, ami itt van. És itt szeretnék a tökéletlenségre, főleg a saját tökéletlenségemre rávilágítani. Ez a nem teljesség a jelenségek szintjén. Tehát az, hogy tökéletlen, vagy elégtelen, vagy eredetileg tulajdonságok nélküli, ez mind ugyanaz. Tehát, ha te azt várod egy embert, hogy megmentsen, nem fog. Megváltson, nem fog. Beteljesítse az álmaidat, nem fog. Legyen ideális társ, nem lesz az. És mindez azért van, mert a te elvárásaidnak a világ úgy, ahogy te szeretnéd, nem fog megfelelni. Az az érdekes, hogy amikor már eleget verted a falat, eleget frusztrálódtál, eleget csalódtál, és félreteszed, akkor jön. Ez olyan, mint a kuan megoldás, amit pont erre fejlesztettek ki, hogy ha te elmével akarod a kuan kapuját kinyitni, amely eléggé paradox kulccsal nyitható csak, tehát intuitív paradox kulccsal, a gondolkodó elméd az mindig vissza fog pattanni róla. Vagy túl nagyra reszelte a kulcsot, vagy túl kicsire. Vagy túl vastagra, vagy túl vékonyra. De valahogy a gondolkodás mindig a valóság lovának az egyik vagy másik oldalára esik. Miért? Mert duális. Mert kettősségre van szakadva. Mert ahogy hallottad a bevezetőben, nem tudjuk kifejezni azt, ami nem név és nem forma, egyetlen szóval vagy formával sem. De valahol körbe tudjuk írni, és hogyha ez a körbeírás megvan, akkor a kör közepén van a kérdőjel, a nem tudom, a csak teszem, és így az egyévválás tapasztalata az egy kicsit közelebb jön. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor tegyétek fel a kérdéseiteket. Volt 3x14 év körüli párkapcsolatom. Az első az egy házasság volt, született 3 gyermekem, aztán jött még egy házasság, született 2 gyermekem, aztán jött egy
párkapcsolat, együttélés, szerűség. Most annak is vége. És hát én nem tudom, hogy mi ez. 3x14 év? Körülbelül nagyjából, igen. És abból 3 gyerek, meg 2 gyerek, mert én nagyon szerettem volna apa lenni, meg jó férj, meg ilyesmi. Most nem tudom, hogy ez sikerült-e, vagy nem. Tehát így a múltam, meg a jelenem az így ebbe az egy pontban nem tudja, hogy ezzel mi van. És ebbe kérem esetleg a Darma segítségedet, hogy mi ez. Ez 3x14 év, 3 gyerekkel, 2-vel, és ha jól hallom, 0-val. Igen. Ehhez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet, de azért az arcodon rajta van a sok-sok tanulság. Amit látnod kell, az részint belül van, részint mögötted van. Belül az van, hogy valójában ez hogy keletkezett. Tehát a saját vágyaidra, a saját akaratodra, amit ezek a vágyak átszíneztek, ezekre érdemes rálátni. Tehát mondtad, hogy jött egy. Nem jött. Nem jött. Hoztad. Vonzottad. Teremtetted. Tehát hirtelen te Kiskunfélegyházán találod magadat, mert jött a vonat. Hát arra föl kellett szállni. Oda kellett menni az állomásra. Uram, bocsánat, meg kellett venni a jegyet. És ha felszálltál a Kiskunfélegyházi Superexpressre, akkor oda jutsz. Nézd meg, hogy milyen társ archetípus él benned. És akkor körülbelül annak a vonzata volt az első is, aztán a tanulságok után a második, aztán a tanulságok után a harmadik. De itt valahol a te karmád is egy termék. Meg kell nézni a családban, ez feladat, hogy akár nálad, amikor te 14 éves voltál, akár fölmenő férfiágon, 14 éves ciklusban mi történt? Mert általában azok a ciklusok ismétlődnek, amelyek nagyon erősen kezdődnek és nagyon erősen végződnek. Legyen ez szerelem, trauma, veszteség, nyeresség. Ezeket ismételjük. És az ismétlés az itt nem a tudás anyja, hanem a tudatosodás feltétele. És a legszomorúbb az, hogyha úgy ismételjük a karmánkat, hogy közben nem látjuk az eredetét és a kimenetelét. Tehát egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Ez elképesztően fontos, mert ha nem használod fel az ismétlést a tudatosításra, akkor robotok vagyunk. Úgyhogy nézd meg, hogy valójában ez honnan jött, hová ment. Mondok egy példát. Volt egy tanítványom, aki 2 év 8 havonta minden nagyobb kezdeményezését hazavágta, és nem tudta, hogy miért. Tehát kiment külföldre, egy nagyon kemény tanulmányba belefogott, betegen, kiégetten, 1%-nyi maradvány energiával hazajött 2 év 8 hónap után. Magyarországon eltett körülbelül ennyi idő, és akkor egy komoly szellemi paradigmaváltás volt az, hogy találkozott ezzel a templommal. Megint kikerült külföldre, egy másik országba, megint körülbelül 2 év 8 hónapnyi idő volt, akkor megint történt egy hatalmas váltás, például egy másik országba való átmenete, és utána hazajövetel. És amíg tanítható volt az illető, addig néztük, hogy ez mi. Tehát mi ez a 2 év 8 hónap, és kiderült, hogy ő 2 éves és 8 hónapos volt, amikor a húga megszületett. És akkor minden figyelem lekerült róla, úgy érezte. És a húgának van 2 szép gyermekkel, gyönyörű családja, ő neki egy sincs. Családja sincs. És egy olyasféle kudarcélmény, hogy a szülei nagyon erős elvárásokkal fordultak felé, már születése előtt, és utána is. Tehát volt egy negatív önkép, volt utána egy nagyon nagy figyelemvesztesség, és akkor innentől kezdve ismétli ezeket a köröket egész addig, amíg tényleg meg nem tudja, hogy az eredete ennek mi, a kezdőpontja mi. És az az érdekes, hogy ezt nem elég karmikusan megtudni, hogy az első ilyen ciklusra rájössz. Nem elég az élet és halál problémáját odáig vinni, hogy véletlenül emlékeznél arra, hogy az első inkarnációd milyen testben volt. Hány ezer alkalommal történt meg. Teljesen mindegy.
hogy most milyen ciklust kezdesz és fejezel be, az a fontos. Tehát ez életekre visszamehet, kívül generációkra visszamehet, egyfajta metasztázissal különböző alakokat ölthet, hogy hatalmas elmemunkával lehet ezeket párhuzamba állítani, hogy érted, egyszer a fagylaltól fáztál meg, egyszer a légkonditól, egyszer a hűtőszekrénytől. Mindegyik hideg. De kiderül, hogy a manduláid nem volt jó, mert az immunrendszered nem működött jól. Azért, mert az érzelmeid nem voltak a helyén. És hiába derített fel azt, hogy hűtőszekrény, fagylalt és légkondi, nem ezek felelősek azért, hogy te megfáztál, hanem azért fáztál meg, mert az immunrendszered nem volt a helyén. Mások melletted ugyanattól a fagyitól, ugyanattól a hűtőtől és ugyanattól a légkonditól semmit nem kaptak. Azért mondom ezt, mert a karmát azt az eredetében kell néznünk és a kimenetelében, egy, és utána pedig vissza kell hozni a figyelmet ebbe a pillanatba, amikor mész haza a kocsiban és várod azt, hogy a feleséged azt mondja, hogy és az elvonulás után neked, akkor kiderül, hogy és elválik. És akkor kell az a tantien, és az a fajta lefelé áramló csi, ezért tesszük a nyelvet a lágy szájpadra, hogy a csit az előlapon lefelé áradjon, és ne szívinfarktust meg sztrókot kapj a feléd jövő érzelmektől és gondolatoktól. Néha ezt nem tudod megtartani. Nem mindig megy. Például bemész egy kávézóba, egy ilyen állapotban, és kérsz, hogy kérdés, már is a nyelved az le kell, hogy kerüljön a lágyszájpadról, mert nem tudsz beszélni. A tantien fókusz még csak-csak megmarad, főleg egy jó ebéd vagy vacsora után, de a technika az nem mindig kivitelezhető. Ami csak mentális és nem fizikai vagy energetikai támaszú vagy alapú, azt meg tudod csinálni, amíg testben vagy. Amikor nem vagy testben, és nincs agy, amivel gondolkodj, akkor mantrázni se tudsz. Amikor nincs tüdőd, akkor a lélegzetedet se tudod figyelni. Amikor nincsenek érzékszerveid, akkor ezek a csatornák, hogy látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés nem tart itt a Földön, ebben a pillanatban. Sun Quan Zen mester nem nagyon tanított a bardóra. Egy pár mondattal ugye elejtette, hogy azért van feladat ebben a testben. Még emlékszem, amikor egyszer erről kérdezték, és egy kis szünet után azt mondta, when you lose your body, not wonderful, not wonderful. Tehát ugye bevezetőben hallottuk Hanvas Bélának ezt a mondatát. Igen, ez nagyon fontos, csak a lélek kiteljesedése az nem mindig kellemes. Mert akkor tényleg előjön az, amit a tudattalanodban őrizgettél, ezek a bardó állapotoknak a meghatározói, hogy a tudattalanodban mit őrzöl. És ugyanez nekem nagyon nagy inspiráció volt középiskolás koromban, amikor szerintem ugyanezt a mondatot olvastam, és úgy maradt meg, hogy az a célja az éberség folyamatos gyakorlásával, hogy a halál kapuját tökéletes tudatossággal lépje át. Nem tudom, láttatok-e haldoklót közelről? Nagyon kevesen tudják ezt. Én még egyet se láttam. Gyakorlóból volt olyan, hogy láttam valakit, aki nem szerzetesnő volt, de majdnem. Koreai világi hölgy volt, és ő mondta, hogy mit lát, miközben rákbetegségben éppen a halál kapuján készült átlépni. De ez egy volt. És tökéletes ébersége volt úgy, hogy a fizikai és az érzékszervi energiája azok a nullához közelítettek, de mentálisan ott volt. Úgyhogy nézd meg ennek a ciklusnak az eredetét, de most, ebben a pillanatban. Honnan jön, hová megy? Mi az, ami létrehozza, mi az, ami megszünteti benned? Ez egyébként mindegyikünknek a kapcsolati karmájára igaz. Ha mi robotszerűen ismételjük a családunk, vagy a saját előző kapcsolati karmáit, hát akkor sok jó nem vár ránk. Hogyan tudod megszüntetni a korábbi mintázatokat? Csak is a nem azonosulás gyakorlásával. Onnan érzed, hogy ez sikerült, hogy rengeteg energia szabadul fel. Szükségszerűen megváltozik az önképed, néha fájdalom árán.
és a felszabadult energiát újra belerakod a kapcsolatba frissen. A zen szellem, mint kezdők szelleme nem azért fontos, mert téged mindig, mint egy kiskutyát visszaraknak a startvonalra, küzdjél, és akkor eljutott a 70%-ig, vagy 80%-ig, vagy 90%-ig, csak megint visszaraknak a startvonalra, nem ez a kezdő szellem. Kezdő szellem az ott indul, hogy minden pillanatban adsz egy újabb esélyt magadnak és a másiknak, hogy most tisztán nézünk egymásra, most tisztán halljuk egymást, most tisztán beszélünk, tisztán cselekszünk. És ez az, ami fölül tudja írni a korábbi karmát. Most képzeld el, elkezdesz egy negyedik hosszúnak szánt kapcsolatot, és már előre félsz a 13 és feledik évben, hogy Úristen, mi lesz fél év múlva. És ez a félelem bőven elég az, hogy újra termeld a korábbi háromnak a mintázatait, és akkor egyszer csak már megint megtörtént. Édes szívem, mitől történt meg? Tőled. Tőled történt meg. A legrosszabb félelmeidet, utálatodat, önminősítésedet, mások feletti ítéletedet jól lenyomtad a tudat küszöb alá, nem sercegett eléggé, nem néztél vele szembe, kitetted a térbe, és szembe jött veled, és elhitted. Bravo! Onnan tudod, hogy elhittél valami illúziót, hogy mást okolsz a szenvedésed miatt. Te ezt nem tetted, de nagy a munka, hogy ezt a ciklust ne ismételd. És a titok tényleg ebben a pillanatban van, hogy hallottad a bevezetőben, az egyik ilyen paradigmaváltás az volt, hogy rájött, hogy a múlt, a jelen, és teszem hozzá a jövő összes karmája ebben a pillanatban van. És nincs máshol. Jó? Erre tessék figyelni. Köszönöm. Egyéb kérdés? Egy hónapja összeállt egy ilyen elég egyértelmű, nem is tudom, karmának hívjam el, vagy minek. Hívd karmának, nem fogsz nagy hibát elkövetni vele. Mondjad, ami, összeállt. Mint karma. A jackpotnál így kihozta a 7-7-es egy csomó minden, így felderült, hogy akkor ezek miért történtek, miért vannak, és ez visszamegy édesapámig. És vele nem tudom, hogy mit kezdjek, mert nekem nagyon megkönnyítette az életemet, viszont hát most nem tudom máshogy megfogalmazni, azt tudom, hogy mivel ő így nem nagyon foglalkozott ezekkel, meg magával így, tehát őt inkább borítaná ez a dolog. Tényleg van hozzá köze, szerinted? Tényleg. Olyan, hogy megköszönnéd neki, vagy pedig rámutatná, hogy apa, ezt te miattad hát volt? Elszenvedője volt, ami miatt én is az elszenvedője voltam. Na most már nagyon izgalmas. Beletörtént egy dolog, ami a nagymamám volt, tehát az édesanyjában indult ki, és az végigvitte az életén, és én ezt átvettem tőle. Viszont nekem így összeállt külső segítsége, hogy miért. Ne körbe-körbe menjél, mint macska a forrókása körül. Azt is mondtam, hogy nem a titkaidra vagyok kíváncsi, csak legyen már annyira konkrét, hogy legyen értelme és haszna a kérdésednek. Itt a lehetőség. Röviden egy szóba összefoglalva, azért élek, mert az elhagyás miatt élek. Persze. És én is, van úgy, hogy lekésed azt a repülőgépet, tudom, amelyik én lezuhan. Én is nagyon sok mindent abba hagytam, elhagytam, és ez így összeállt. Ez az egész egy nagyjá. És nekem nagyon sokat segített, és így teljesen máshogy látom az édesapámat is. Viszont ezt meg kell neki köszönni. Mert akármit kaptál tőle, az hozzájárult ahhoz, hogy te most itt ülj, és ez a belátás a tiéd legyen. És ahogy hallottad, ez egy nagyon jó megfeleltetés, hogy a hála az az alázat egyik legtermészetesebb forrása. Amikor a valóság kiveri belőled az illúziókat, az az egyik lehetséges. A másik, hogy egyszerűen hálás vagy azért, ami van, és ez valahol a meghajtott fejet és nem a megtört gerincet hozza. Tehát alázatoskodni sokan tudnak, igazából hálásnak lenni nagyon kevesen, pedig ez az igazi alázatnak a forrása. Mondd el neki, hogy hálás vagy. Tudod, mennyit jelent ez a szülőnek? Elképesztő munka van bennünk. Most veszem észre, hogy közel egy év, és még gyakorlatilag sehol nem tartunk, amellett, hogy egy tünemény akarok. Semmi baj nincs vele. Gyönyörűen működik, él, mozog, gügyög, fürdik, eszik, kakil, pisil, sír, jön a foga, még jobban sír. Rendben van. Minden rendben van.
De mennyi munka felnevelni egy embert? Nézd meg! Milyen kiszolgáltatottak, magatehetetlenek, és olyan mértékben nem életre valóak vagyunk, hogy kész csoda, hogy az első két évben, három évben ennyi munkával is, de fel tudnak minket nevelni. Elképesztő veszélyeknek vagyunk kitéve csak azért, mert ez a főemlősnek titulált csúcsragadozó, ez az ember, ez valójában nem ide való. Mi ide vendégként jöttünk, és valahogy itt ragadtunk. Mindenki más jobban kezeli az életet és a halált, mint mi. Úgyhogy nagyon nagy munkája van a te édes jóapádnak is, hogy te felnőtt lettél. Anyunak is, akármilyen a viszonyuk, illetve neked a viszonyod velük, csak a hála. És ha kell, meg kell bocsátani azt, amit tényleg, lásd elhagyás, hogyha jól értettem, amit elkövetett. Úgyhogy ezt meg kell neki mondani, amíg testben van. Mindegy, hogy milyen a viszony most. Meg kell írni, meg kell mondani. Fú, te tudod, hogy várják? Atya úr is, nem ismerik mondani. Annyit beszéltem már róla, meg nem hallgat már rám, meg nem beszéltünk évek óta, meg egyébként is a saját, meg kiment külföldre, nem is ír, nem jön föl, nagy nehezen karácsonykor. Érted? Ezek mind pótcselekvések, ahelyett, hogy azt mondom, hogy szeretlek. Jó? Ide. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudom megkülönböztetni az előítéleteimet a helyes intuíciómtól? Nagyon jól. Az előítéletek jönnek, mennek, és hogyha véletlenül nem jönnek be, nem igazak, akkor dühös vagy. Az intuíció az a semmiből jön látszólag, a pillanatban mindent kitölt, és ha nem használod, akkor az a semmibe elmegy. Nincs önkép utána. Nincs az, hogy te jó vagy rossz vagy. Az a valami, ahonnan ez az intuíció jön, a végtelenségig enged téged hibázni és javítani. Hibázni és javítani. Az előítélet nem, azon nyomban minősít. Ez jó, ez rossz. Jól láttam, rosszul láttam. Te jó vagy, az rossz. Teljesen más a dolog. Gyakorlatilag az intuíció hiánya az az előítélet. Tehát a tisztánlátás hiánya az a konceptuális gondolkodás, hogy hát akkor elmével pótolom azt, amit az intuícióval nem tudtam megoldani. De több százmillióan benne vagyunk ebben a krédóban. És az normális, hogy egy ideje mind a két esetnél bűntudatom van? Nem, de megszoktad. A bűntudat az azt jelenti, hogy valahol az az út számodra lezárult, amivel tényleg tudod javítani a hibát. Ezért nem hiszel benne. Ha nem hiszed azt, hogy ki tudod javítani a hibát, akkor a bűnnel, a hibával azonosulsz. Ez a bűntudat. Kétféle vakság van. Az egyik a sötétség. Letakarod a karmával a szemedet, és nem látsz. A másik az üresség, mint hazugság. Hogy elküldted a hibát a túloldalra, a látóhatár túloldalára, hogy ne lásd. És akkor nem látsz semmit. Csak a nagy teret látod. Nincs itt semmi baj. Ja, hogy a túloldalon ott van egy ellenséges hadosztály. Arról elfeledkeztünk. Tehát az egyik az önfelmentés, a másik pedig a szándékos vakság. Oké? Az egyik a tudomásul nem vétel, a másik a kényszerű azonosulás. Ettől a két szélsőségtől tartózkodjunk. Gyakran mondom, hogy ha az ember vállalja a tisztánlátást, vállalja a szembenézést, olyan házi feladatok jönnek elő a parkból, hogy bűntudat ide nem kell. Fú, te! Felesleges! Sokkal erősebb az, ami tisztánlátásoddal, saját tapasztalásból látsz, olyan imperatívus, hogy nem tudsz elmenekülni előle. Mert tudod, hogy nem az előítéletet csinálta. Érzed, hogy nincs benne torzulat. És tisztán látod azt, hogy na, most mit kell javítani ahhoz, hogy legközelebb ne ez legyek. És kész. Egyszerű házi feladat, hölgyeim és uraim. 2500 éve tudjuk. Itt volt egy érdekes időszak, 2500 évvel ezelőtt kezdődött, és hogyha így nézed, 500 év alatt minden lényeges paradigma lejött a földre.
lejött a buddhizmus, lejött Patanjali, és így a jogaszútrákat leírták, szorosan, párhuzamosan mellette Szokratész, nyugati filozófia atya, Konfucius, Lao Tse és Jézus Krisztus, fél évezred. Előtte és utána is voltak Mózestől Bodhidharmáig, de azért ennyire paradigmateremtőek, így ezek kb. Hatan. Megoldottuk a házi feladatot? Köszönöm. Szívesen. Sok a munka. Nincs rossz hír, sok a munka. Belül is, kívül is. Tudjuk, mit kell tenni. Már rég tudjuk. Tehát ezért nem jön újabb nagy megváltó. Tehát, hogyha folyamatosan bukunk egy tárgyból, felsőbb osztályba lépünk, jön új tanár? Nem. Ugyanazt a kört járjuk. 20. századi nagy tanítók megmutatták, hát azért ott 4 élő Buddha volt, 3-mal találkoztam is. Úgyhogy az egyiknek a tanítványa vagyok. Úgyhogy azért nagyon jól kimutatták ám, hogy ők nem újra feltalálták a viaszos vásznat, és gördítették a kockát, megemelték a kereket. Nem. Pontosan kimutatták, hogy az eredeti veretes hagyományok alapján mi most a feladat. És ugyanaz a feladat, mint 2500-3000 évvel ezelőtt. És a többségünk ugyanúgy bukik minden tárgyból. Oké? Egyéb kérdés? Nekem a nagy kérdéssel kapcsolatban lenne kérdésem, a mi ez kérdése, minél többször teszem fel a kérdés, és minél több választ adok rá, annál inkább nem tudom. Jaj, de nagyon jó ez. Akkor ijedtem volna meg, ha valamelyiket elhiszed. Nem, az történik, hogy érzem azt, hogy kiüresedek. És az van a kérdésem, hogy létezik erre válasz? Nem létezik erre válasz? Nem tudom, most már semmit nem nagyon tudom. Jó. Mert nincs az a kvantumfizikus, amik akkor átütne, mint ez a kérdés. Ha azt hiszed, hogy van rá válasz, 30 ütést kapsz. Ha azt hiszed, hogy nincs rá válasz, akkor is 30 ütést kapsz. Ne erezd el a kérdést. Elmondom, hogy ez a mi ez kérdés, ezt tudhatjátok persze, hogy a 6. pátriárkától Huineng-től származik, egy eléggé komoly kulcshelyzetben megkérdezett egy szerzetest, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És a szerzetes ezt meghallotta és megvilágosodott. Utána rövidült, mi az eredeti arcod, aztán már milliók gyakorolták, és nem kellett mindig elismételni az egészet, mi ez? Ez a hua du. A hua az a jelenség, még virágot is jelent. Minden, ami megjelenik, jelenség. A du pedig a fej. Kínaiul hua tou. Tehát ez a jelenségek feje vagy eredete, ez a kérdés, illetve ahova ez a kérdés mutat, ez a nem tudom. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ebben látod a jelenségek eredetét, megjelenését, maradását, működését, és eltűnését, megszűnését. Tehát ez a kérdés, ez hozza a tiszta tükörszerű, térszerű tudatot, mert azok a hullámzások, amik az elme szanszkritú vrittéjei állandó le, föl, gondolom, nem gondolom, érzem, nem érzem, én, nem én. Tehát ezeket a hullámzásokat a kérdés így megfogja a pillanatban, kiveszi belőlük az energiát, mert a mi ez az leválaszt, megszünteti az azonosulást, ezáltal tisztít. És amikor fölteszed a kérdést, akkor eleinte az elméd mindenféle választ odadob, csak hogy szórakoztasd magad. Amikor a kutya saját magának dobja el a gumicsontot, utána rohan csahova, megfogja, megrázza, utána megint eldobja magának, és megint utána rohan, és a többi, és a többi. Na most, amikor már nem hiszed el a választ, az azt jelenti, hogy a kutya nem harap rá a csontra, hanem csak így nézi. És mindig visszatérsz a kérdéshez. Na most, ha ezt tényleg hónapokig csinálod, és napi rendszeressége, pontosan úgy, ahogy mondjuk egy testnek van egy intervall edzése. Jó? Ugye a tudatnak is lehet egy olyasféle edzés, hogy hogy tudsz a kérdés fényében jelen lenni pillanatról pillanatra, akár úgy is, hogy gondolkodsz, beszélsz, érzel, cselekszel. Ezt később majd hozzáveszünk. És akkor egy ideig belül minden belégzésre elmondod, mi ez.
és engeded, hogy a tudat terében bármi megjelenjen. Bármi. Jöhet, mehet. Nincs ítélet, nincs duális viszony, nincs ragaszkodás, csak tükrözés. Ez a látás általi megszabadulás, ezt a tibetiek ilyen nagyon sok könyvben kifejtik, de akárhány könyvet írnak róla, a lényege ez. És egy idő után a kérdésnek a szövege belül eltűnik, de a kérdés maga nonverbálisan megmarad. Ezt nem lehet jobban elmondani. Ez csak a tapasztalással jön. Amikor valakivel szemben ülsz, és egy ideig beszélgettek, és úgy értitek meg egymást, aztán már csak egymás jelenléte kell, és szavak nélkül is megértitek egymást. Na, a kérdés tud így, ugyanúgy tárgyatlan lenni, de már nonverbális. És ekkor a tükör már nagyon stabil. Nem törhetetlen, de már nagyon sok mindent kibírsz. És beszéd közben, cselekvés közben, gondolkodás, érzés, érzékszervi hatások közben is ez a tükör töretlen és tiszta marad. És emlékezzünk, ez a tükör nem egy személy, ez nem egy alternatív én. Ez nem felsőbb vagy alsóbb. A Buddhának a hatalmas találata, a felébredésének szerintem a zöme az volt, hogy ezt a nem ént belátta. Ekkor szabadult meg minden struktúrától, minden rendszertől, minden, ami keletkezett, minden, ami jelenség alapú. Hogy ez a látó, ez nem én. Nem énség, nem személy, de nem személytelen. Semmilyen névvel és formával nem lehet illetni. Sem azzal, hogy énség, felsőbb vagy alsóbb, sem azzal, hogy éntelenség, felsőbb vagy alsóbb. Tehát a legtisztességesebb az, hogy hallod a kabócát? Tehát amikor nem gondolkodsz, és amiben tükröződik a kabóca hangja, na az. Hát ezért mondta Sung Sanzen mester, hogy gondolkodás nélkül már teljes vagy. Az éppen ilyen az igazság. Nem kell hozzá semmilyen önkép, koncepció, semmi az égvilágon. Úgyhogy gyakorold szépen a kérdést, engedd, hogy minél mélyebbre menjen, és hidd el, hogy konfliktus helyzetekben, amikor mondjuk akár telefonon, akár közvetlenül veszteségér vagy nagy nyerességér, hatalmas változás, azon nyomban tedd fel a kérdést, hogy mi ez. És ekkor már átmegyünk a tárgyasba. Tehát a tudat előtt megjelenik egy olyan tárgy, ami nagyon erős duális reakciót vált ki belőled, és ahhoz, hogy ez a duális reakció ne következzen be, vagy ne tapadjon rá a tárgyra, és így ne váljon a részeddé, ezért a kérdéssel egy távolságot tartasz, és jól látod. És akkor a tárgyas kérdés az, ami segít. Egy idő után pedig jön az, hogy nem verbális tárgyas. Tehát látod, már nem is kell rákérdezni, hogy mi ez, de nem téveszted össze magad vele. Akármennyire is erős reakciókat váltanak ki belőled, már nem is kell föltenni a kérdést. Úgyhogy a mi eznek ez a négyféle alkalmazása, tárgyas vagy tárgyatlan, verbális vagy nonverbális. Így ez kiadja ezt a mátrixot. És ezért ez egy nagyon-nagyon gazdag, de nagyon egyszerű gyakorlat. Valójában csak elmondva különbözik ez a négyféle üzemmód. Ebben a pillanatban a tudatosság spontán választ ebből a négyből. Éppen melyikre van szükség. Nem kell hozzá gondolkodni. Most éppen hogy tegyem fel ezt a kérdést? Csak gyakorolni kell, és ez automatikus. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy én nagyon sokat vártam a meditálástól, és valahogy nem érzem azt, hogy tudnám használni, vagy egyáltalán benne tudnék kiteljesedni. Ezt jól érzed. Az én az egy haszontalan dolog, és nem az önkiteljesedést hozza.
És ellenben, amikor énekeltünk, és most már egyre többet énekelünk. Igen, így van. Az éneknél viszont olyan érzések jöttek elő bennem, amit még eddig soha nem éreztem. És valahogy, amit vártam a meditációtól, az jött meg nekem az éneklésbe. És, akkor még tovább kell énekelni, hogy el is menjen. Oké, rendben. Szóval, hogy olyan érzetek voltak bennem az énekléskor, ami megfogalmazhatatlan, és egyszerűen ott egy ilyen, mintha semmibe lettem volna. És egy olyan érzést éreztem itt a torkomba, hogy egy ilyen szorító, feszítő érzést, ahogy azokat az ütemeket, tehát szinte teljesen a részévé tudtam válni az éneklésnek, amit nagyon szépen köszönök. Nagyon szívesen. Viszont van egy kérdésem hozzád. Hányszor érzed azt, hogy nem tudsz őszintén beszélni? Szerintem előfordul ilyen, de hogy azt gondolod, hogy vissza... Minden, ami a torokcsakrában lerakódik, mint kimondatlanság, akár azért, mert nem tudod, nem lehet, nem akarod, nem szeretnéd, ez mindannyiunkkal előfordul a kegyes hazugságoktól kezdve a féligazságokig. Most hidd el, hogy mivel te tetted fel a kérdést neked, tükrözöm ezt vissza. De ez mindannyiunk torkában ott van, hogy nem tudunk mindent kimondani. Nem csak azért, mert a verbalitás a teljes valóság kommunikációjára alkalmatlan, csak részigazságokat tudnánk már eleve mondani. De néha a kapcsolat olyan, hogy azt látod, hogy nem akarod a másik szívét összetörni, nem tudja befogadni, alkalmatlan most ennek a 90%-ára, ezek tudattalanul már szűrik azt az infót, amit te beleteszel a verbalitásba. Tehát nem tudunk 100%-ig őszintén beszélni, de törekednünk kell rá. Hogy amit látunk, amit tudunk, azt tényleg úgy adjuk át, hogy abban tudjunk hinni, mert legjobb tudásunk, hitünk szerint ez a valóságot jelöli. Nem azzal azonos, lásd étlap és étel, de azt jól jelöli. Tehát minden, ami a torokcsakrában lerakódik, mint hátralék, mint kimondatlanság, mint feszültség, szorongás, például a legegyszerűbb ilyen torokszorító érzés, az az éneklést elkezdi dobni kifelé magát. Mint hogyha egy kukát így elkezdeni rázni kifelé. És ekkor, amit te elmével vársz az ülő meditációtól, sokkal jobban meg tud valósulni. Miért? Mert ugyanaz az elme, amik elvárja, hogy már pedig az ember ennek kéne történni. Na, pont az a gátja annak, mert éppen itten faragod magadat ilyen különböző zen alakra, hogy neked a meditáció bizony úgy menjen, ahogy te szeretnéd. Hát ezért nem működik. Az éneklés meg olyan, hogy hát hölgyeim és uraim, most már tudjátok, most már itt vagytok, most már lehet több energiát beletenni, egy hónap reggel ilyen kettőzött erővel szeretném hallani a döngicsélést, hogy legalább a madaraknál hangosabbak legyetek. Istenkém, Istenkém. És ekkor, amikor ezek az elme által épített falak elkezdenek leomlani, na akkor kezd a meditációnak így az eredménye, részeredménye, hidd el, van még sok, így beköszönteni. És a zen történetekben ekkor hallod azt, hogy hát meditált már x hónapja, és egyszer csak pont a kabócának egy ilyen hirtelen felcíccenése az volt az áttörés. Vagy az, hogy egy követ valaki neki dobott egy bambusznak, és az megreccsent. Mert akkor az elmének az utolsó fátyla, az utolsó kis maradvány struktúrája, az énséget összetartotta, az összeomlott, ugyanahogy van. És ekkor következett be egy ilyen szolíd, finom egyévválás tapasztalat, ami még nem a végső, és bőven lehet még építeni. De én nagyon örülök, hogy egyrészt bemutatta az elméd a saját korlátait ülés alatt, és le tudta dobni éneklés alatt. Próbáld ki a leborulást, hogy az milyen te, amikor mondjuk 2x108-at lepörgetsz reggel este. Mert itt azért szívesen tudnának mesélni róla a páran, akik ezt csinálják, hogy ez azért eléggé üdít, frissít. És nem traubi szóda, úgyhogy... Szeretném kipróbálni. Meg is tanítjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én nem nagyon szoktam belevonódni szituációkba az érzelmeim által. Értem ezt úgy, hogy nem szoktam dühös lenni. Például egy ilyen nagyon nyugodt ember vagyok, azt szokták mondani, és hogy nehezen, lehet, hogy nehezen élem meg az érzéseimet, de egyébként
nem vagyok érzelmileg sivár, viszont úgy érzem, hogy a helyzetekben, vagy bármikor mindig egy lépéssel kívül állok azokon, és így kívül egy ilyen figyelő, egy szemlélő vagyok, és sose vonódok bele. És valahogy azt érzem, hogy az van-e mögött egyfajta életértelmetlensége. Sajnos egy kicsit borulátosan hangozhat. Ezek mind termékek. Tudod, mi van-e mögött? Elárulom. Nem mi, hanem ki. És ez anyuka. Ez anyai vonal. Nézd meg az anyai vonal érzelemvilágát, hogy mit kaptál. És ott van a titok, hogy ezt nem szabad így hagyni. Kérdezzem meg őt? Nem. Először magadat. Köszönöm. Hát még nem kaptál semmit. Tehát kérdezd meg magadat, amikor ezt a leválasztódottságot, vagy enyhe melankóliát, vagy kívülállást érzed, hogy mi ez? És állítom neked, semmilyen választ nem fogsz kapni, mert a kérdés még inkább leválaszt erről. És akkor látod, hogy egy olyan falon kopogtatsz, ami önmagad vagy, és nem engedsz. Nem engedsz. E mögött te biztonságban érzed magad, holott a felnövekvésed gátja. Tehát az élet, az kockázatvállalás, konfliktus, és egy csomó harcnak a gyűjteménye. Ettől lesz a boldogság, a nyugalom és a harmónia megalapozott. Mert mertünk érte konfliktust, harcot és egyebet vállalni. És azt, hogy az érzelmeidet elrejted, mert erre tanítottak, és lehet, hogy édesanyád vagy a nagymamád is ezt csinálta, az egy nagyon átmeneti állapot. Miért? Mert a te gombjaidat is be lehet nyomni. És egyszer jön valaki, aki olyat csinál belőled, hogy te körülnézel, és nem ismersz magad, hogy hogy váltál te egy másik ember viselkedésének ilyen durván a következményévé. Nézzünk magunkba, hogy ez hányszor megtörtént velünk. Azt mondja, hogy te miattad vagyok ilyen. És neked mantra praxis kellene, de erősen. És milyen mantra? Az a kérdés, hogy az eddigiek során a lelked bármilyen dallamhoz tapadt-e. Mert akkor a lelked megmondja, hogy mi kell. De ha nem, akkor a tábor végén megbeszéljük. Addig csak énekelj, és belül figyelj meditáció közben. A hangos éneklés, tehát a kiadott hangú közös éneklés ahhoz kell, hogy ezt a kis falat az ember ledöntse, vagy kinyissa a kaput, akárhogy fogalmazol. De ez a léleknek így az öngyógyítását egy kicsikét elindítja. És ki is választod a gyógyszert. Tehát nagyon kevéssé van arra szükség, hogy a tanító így mondogasson neked fülbe jó drágán mantrákat. Ez a guru biznisznek egy elképesztő profittal kecsegtető ágazata. De ilyet itt nem csinálunk, mert a pokolba vezető úgy sokféle valutával van kikövezve, és ezt nem, tehát ezt köszönjük, nem? Viszont a lélek alkata megmutatja, hogy milyen mantra való neki. Akár tudatosan, és akkor már mondod, hogy mi az, ami megjelenik álomban vagy meditációban, az énekben, akár pedig a tanító segít, hogy egy picit irányt mutat, és kész, és akkor azt kell gyakorolni. És akkor a léleknek ez a kicsit kinyíló, öngyógyító, látás általi szabadulást hozó, spontán tudatosodás, ez beindul. Ez beindul. Minden ember valahol ki tudta mondani azt, hogy én. Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni az én illúziójába. Akármilyen ént érzel. Jó? Szívesen. Köszönöm. Most kaptad meg. Ott? Tapasztaltam azt, hogy meditációnál az én falamon romboltam le, és felgyülem lett, és így feljött egy csomó rossz érzés, ami így elborított, és így elkezdett folytogatni. És aztán így utólag rájöttem, hogy az, amit meditáció közben leromboltam, az egy olyan karma, amit
én a jó érzésekből, élményekből így teremtek magamnak, mint védőfalat, és így ezt az önképet élem meg, és ezt... A rombolással óvatosan. Tehát amit te teremtesz, és ugyanazzal a mozdulattal le is akarod rombolni, ezt teljesen nem tudod megszüntetni. Itt engedni kell eltűnni. Tehát te kiveszed az energiát belőle, és attól omlik össze a fal, hogy a malter az kijön a téglák közül. Nem pedig vésővel, kalapáccsal ütöd. Oké? Tehát egy hadsereget nagyon sokféleképpen meg lehet verni, de az egész biztos, hogyha az utánpótlás vonalait elvágod, akkor előbb-utóbb éhesek és szomjasak lesznek, és nem tudnak harcolni. Érted? Tehát a zen az nem az ellentétekkel küzd, hanem az ellentétekből vonja ki az energiát, csak azért, hogy intelligensebb ellentéteknek adja. Oké? Tehát, hogyha te nagyon falat rombolsz, akkor ki kell hívni a konténeres szállítót, hogy a törmeléket beleragd. Mert addig ott van rajtad. Tehát ne elmével akarj eredményt elérni. Az eleinte mindenki ezt próbálja. Tehát hagyd, hogy belül úgy történjenek a dolgok, hogy te közben jelen vagy. És az elméd csinál akármit, a jelenléted, a tükröző funkciód, a tisztánlátásod, az egyre kevésbé ködösül el. És ekkor a malter kifogy a téglák közül. Mert nem hiszel az abszolút énben. Az abszolút én az egoitás, a relatív én az az egészséges személyiség. Jó? Nem rombolunk, vigyázunk. Oké? Engedjük, hogy eltűnjen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ott. Hogy tudom megtalálni azt, hogy hol az elég? Mert mindig megmagyarázom, hogy miért jó ez még így nekem. Mit érzel soknak? Úgy érzem, hogy nem tudok segítséget kérni, ha már besokallok valamitől. Én viszont mindig segítséget nyújtok a közvetlen környezetemnek, és ezen szeretnék valahogy változtatni. Adok neked egy oldó mondatot. Igen. Elég volt abból, hogy nem tudok segítséget kérni. Mondd ki. Elég volt abból, hogy nem tudok segítséget kérni. Elég volt abból, hogy csak másoknak nyújtok segítséget. Elég volt abból, hogy csak másoknak nyújtok segítséget. Jó, ezt naponta 108-szor el kell mondani. Mellé azért még jó, hogyha egy kis leborulás, ülés, éneklés is van, kicsit aláhúzzuk ezeket a mondatokat, csak hogy ezeket hangoztatjuk, ebből túl sok változás nem lesz, de az elmének ez a fajta kis átfordítása, ez azért nem rossz. Csak hát, ugye, ha az önszuggesztió működni, akkor itt nagyon gyorsan munkanélkülévé válnénk, de szerencsére, vagy talán sajnos ez nem ilyen gyors. Viszont megkerülhetetlen. Ez, hogy hol az elég, azt pillanatra nézni kell. Ebben a helyzetben, ebben a kapcsolatban, ebben a cselekvésben mi az elég? Ezt kívülről nem lehet megmondani, de mindig tisztán lehet látni az adott helyzetben. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Következő, tessék? Jártam ezelőtt szellemi iskolába, és ott tanultunk maga a szexualitásról, és maga a szexuális energiáknak a transzmutálásáról, hogy erről a zen mit mond, vagy mit képvisel ezzel kapcsolatban. Ki kell, hogy ábrándítsalak, a zen az egy alapvetően monasztikus irányzat, amelynek itt nyugaton van világi alkalmazása és lásd párkapcsolat és család, de külön a szexusról nincs tanítás a zenben. Az egyéválás egyik nagyon erős formája, minél éntelenebből csináljátok, annál jobbak az eredmények. Minél több az én benne, annál nagyobb a csalódás. Ennyi. Köszönöm szépen. Szívesen. Második kérdés. A második kérdésem pedig a ragaszkodás. A ragaszkodás azzal kapcsolatos, hogy maga ugye itt a táborban tapasztalom a rendszert, a rendet. És ebben egy kicsit így megkérdőjeleződött bennem, hogy ez mennyire ragaszkodás a,
zen részéről, vagy maga a tanítás részéről. Persze ez jó hírem van, a zen nem létezik, de vannak emberek, akik gyakorolják. Hogy az oltár előtt ugye meghajolunk, hogy az érkezésnél ugye a kanál az ugye melyik irányban álljon. Pontosan. Ugye ezekre miért van szükség? Valójában az oltár előtt azért hajolsz meg, mert rajta van a Buddha. Nézem a reakciót. Elhitte? Na, szóval, amikor igazi önvalónknak a reprezentánsáról van szó, akkor gyakorlatilag mindegyikünk Buddha természete, a tanítónk megvilágosodása, teljes pátriarchális vonal erőfeszítése előtt hajlunk meg, tehát ez tiszteletadás a külső és a belső Buddha előtt. És hogyha ezt megfelelően tesszük, akkor a véleményünket félretettük, hogy most nekünk ez csak egy üvegszálas műanyag, vagy egy Szent Murti, vagy pedig 2500 év hagyománya, vagy pedig egy ilyen nagyon szép festmény, amelyiknek ilyen lebegő zöldes bajuszkája van. Tehát, ha te tényleg félrerakod az önképet és a duális véleményeket, akkor nem csak a Buddha előtt, egy kutya előtt meg tudsz hajolni. Próbáld ki egyszer. Csak úgy, ahogy óvatosan, hogy ne hívjanak ki semmilyen szolgálatot. Távolról meghajolsz egy kutya felé, főleg amikor ugat, és azt mondod, hogy köszönöm. A kutyának is van Buddha természete, bár Jojo ilyenkor azt mondta, hogy mu. Akkor megkérdezték, hogy szerinte van-e a kutyának, hogy azt mondta, hogy mu. Egy külön feladat, hogy kideríts, hogy miért mondta azt, hogy mu. De visszatérve a kanára, amiről kérdeztél, az egy másik véleménygyilkos. Tehát azért gyakoroljuk ezeket a formákat, egyrészt nagyon jól működik. Tehát az, hogy hogyan kell közösen étkezni, hogyan várjuk meg egymást, hogyan biztosítjuk azt, hogy mindenkinek jutott étel, elég idő ahhoz, hogy megedd, hogy közösen elmossuk, és nem moslékosba toljuk bele a kis maradványkarmánkat. Tehát, Tehát az étkezés formája, mint meditáció, ugye, az azt a formát adja, ahol a te véleményeid feketén-fehéren megmutatkoznak, hogy jelenleg ezt a két tálat oda tudnád vágni a falhoz. De nem teszed. Meg az a három ember, aki ott ül, az most nagyon nem tetszik neked, de nagyon nem. És fogalmad nincs, hogy te hogy nyomtad le az Enter gombot a jelentkezési űrlap beadásakor. Hogy itt valami iszonyú tévedés van. Tehát amit te láttál, ez a cukorgombóca videón, meg ez az autoriter, ez az elképesztően ilyen domináns és ilyen borzasztó ázsiai levegőt árasztó valaki, hogy ez ugyanaz, hogy követhettem el ekkora hibát? Tehát ez úgy ott van az arcokon, te. Nincs az a kozmetikum, ami ezt leoldja onnan. És nagyon jó ezt látni. Jaj, te, ez olyan szép, mert ekkor haladtok. Ekkor haladtok. Tehát ha szeretsz, ha nem szeretsz, az a kanál az 3 óra irányba mutat. Miért? Mert az enyém is oda mutat, az én kanalam is. Én is egymásba teszem a kimosott tálakat, hogy te boldog legyél, és higgyél benne, hogy ez a tan mindenkire érvényes. Ez én hatalmas nagy hitet kaptam csak a kuréi rendszer működésétől, hogy mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek megvan a rangja, a feladata, egymásra épül az egész, egymásba kapcsolódik az egész, és nem egyenlőek vagyunk, hanem összetartozóak vagyunk, mélységesen. És van, amikor teljesen horizontálisan teázol a mesterrel, és tisztelettel, de bármilyen kérdést föltetsz neki, és van, amikor ott van tőled fizikailag 3 méterre, és a hierarchián pedig fönn a levegőjégben. Mert te 2 éves szerzetes vagy, ő meg 32. És ekkora a különbség. És ezzel sincs semmi baj. Miért? Ugyanazon a szinten ülünk, ugyanazt az ételt esszük, ugyanaz a törvény vonatkozik ránk. Nincs valaki, aki az én tálamat kitörölje helyettem. Én is megcsinálom, mindenki megcsinálja. Tehát amikor látod azt, hogy az egyenlőség, mint egyenlő helyzet, és a hierarchia, mint elosztott felelősség, elosztott tevékenységi kör, hogy tud egy közösséget egészségesen formálni, azt mondod, hogy ennek a hagyománynak a működése 1700 év alatt azért tényleg meg lett alapozva. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kérdésnek, miért látszik, hogy a zennel így van karmád. Nem hagyott közömbösen. Én ennek nagyon örülök. Gyere legközelebb is.
Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés ott? Hát ó. Meditációval kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy napi szinten mi az az időmennyiség, amelyről azt gondolod, hogy elégséges ahhoz, hogy az ember gyakoroljon. 24 óra. És amennyiben ez nem áll rendelkezésre? Minden napban van 24 óra. Köszönöm. Tehát akkor ezt megválaszolom magamnak. Az én az a óvatos lennék. Lehet, hogy rosszabb újás, nem tudom. De ha mersz engem visszakérdezni, hogy Szunyim, te 24 órán át meditálsz? Mert ebből ez következik. Nem szeretnék tiszteletlen lenni. Nem lennél tiszteletlen. Merész lennél, de nem tiszteletlen. Szóval, visszakérdezel? 30 perc szerinted elégséges? Ekkor van az a baj, hogy valaki jó fiú akar lenni. És menekülni egy kicsikét a biztosba, be a házba, ahol nem követel hibát. Nem, 30 perc sok, egy pillanat kell csak. De azt kitartva életeken át. Tehát egyetlen pillanatnyi az egész meditáció, semmi több, akármit állítasz be az órán. Igen, reggel jó 40 percet ülni, meg este 40 percet, de ha te ezt órára csinálod, és nem úgy, hogy itt és most tiszta tudat az adott módszerrel, akkor csak az idődet töltötted. Oké? Okay? Ezért nem adok formát, mert amíg a tartalom nem világos, addig csak megkötnélek, és te, mint jó fiú, jó tanuló, a Steinmann, aki jól felel, ugye, fogja magát, és kimegy a táblához, és felrajzolja a teljes matek képletet, a megoldást, úgy, ahogy van. És nem ez a cél. Az a cél, hogy te tapasztald igazi önvalódat. Ezért meditálunk a nap 24 órájában, de valójában csak egyetlen pillanatban. Oké? Igen. Ezen kívül olyan formát választasz neki, amit akarsz. Köszönöm. Most már megválaszoltad a kérdésedet. De akkor fősétedd a második, harmadikat, mert akkor minek vagyok én itt? Feltehetem. Na mondjad. Na most már bátorodik, mondjad. Igen. Hogy az énekléssel kapcsolatban, hogyha elkezdeném csinálni, és azért mondom feltételes módban, mert hát biztos... Hát már hónap reggel, mert olyan gyenge volt a mai, mint a harmad, azok, te... Azok, ezt hallják körülöttem, a 100%, hogy nekem utána a munkahelyen töltött körülbelül 8,5-9-10 órával nem kellemes következményekkel járna, hogy ez esetben van-e valami javaslatot, hogy... Énekelj belül. Mi a munkád? Áru összekészítőként dolgozok egy raktárban. Nagyon jó, mert gyakorlatilag nem Excel táblákkal vagy programsorokkal kell annyit dolgozni, hanem ha jól hallom, te árut készítesz össze. Szó szerint. Akkor mantrázhatsz közben belül úgy, hogy ezt senki sem hallja, csak te belül. Ezt szerettem volna megtudni. Ezt tedd meg, hidd el, hogy ilyenkor senki nem nézett görbe szemmel. Az világos, csak hogy az ének részét, amikor hangot is adok ki, hogy az szükséges a napi szinten. Olyankor teheted ezt meg, amikor körülötted biztonságos távolságban nincs senki. Tehát nehogy itt azt halljam, hogy valamilyen civilizált nyugat-európai országban kihívták a mentőt vagy a rendőrséget, melyiket előbb, ugye, de másik is jön ilyenkor, és a templom neve hagyta el a szádat utoljára. Érted? Igen. Mert hiddel volt ilyen. És nagyon gyorsan hívtak minket az esztergomi kórházról. Van egy... Tényleg? Mondom, tényleg. De már mielőtt bejött, az előtt ilyen nem volt. Nem fogják érteni. Megnyugtatok, nem fogják érteni. Szóval úgy kell csinálni, hogy te a civilizált, nyugodt, világos fejű fiatalember látszatát megőrizd. Így kell gyakorolni. Na, humorérzék is van. Helyes. Harmadik kérdés. Megválaszolódott. Köszönöm. Legyen így. Amikor januárban először voltam itt egy egynapos elvonuláson, a bemutatkozásnál azt kérdezted tőlem, hogy milyen karmám van a tűzzel. Na most ez azóta így. Azóta ég. Igen. Hogy ez egyrészt mi az, hogy tűzkarma, meg egyáltalán te didamelkasodra a kezedet?
följebb. Úgy. Az a tűz. Na, azzal milyen karmád van? Nem mindegy, hogy atomerőmű vagy atombomba, nem mindegy. Következő kérdés. Változó. Milyen irányba változik? Hát azért az utóbbi időben jó irányba változik, de azért... Hát akkor nincs dolgom. Robbant már. Persze. Tehát amennyit látsz ebből a tűzből, annyit tudsz uralni belőle. Ha nem látod, akkor ez a tűz ural téged. És elég erős tud lenni. Minőségében, mennyiségében, színképében, látásod mértékében tudod uralni. Oké? Okay? Amikor otthon gyakorlok, én úgy érzem, hogy nekem a leborulás az, ami többet segít. Hát ez nem lett meg. Jól érzem akkor? Igen, de mantra is kéne, vagy a leborulás alatt, vagy a rákövetkező séta alatt. Szoktál? Igen. Melyiket? Hát én nekem így valahogy így az január óta így mindig egy, ez a gáté-gáté. A gáté-gáté, ezt akkor jól éreztem. Ez így van, ez az, ami kell ehhez. Pontosan. Ha eddig nem lett volna, ezt kaptad volna. Köszönöm. Szívesen. Sokat beszéltek itt a érzelmek, hogy nem mutatjátok ki, stb. Én meg pont az ellenkezője vagyok, hogy kimutatom. Túl jó vagyok, áradom. És jönnek a pofon. Lehet munkahely, magánélet, közhelyek. Tényleg segíteni próbál az ember, és dolg-dolg. Mi lenne, hogyha nem próbálnál meg segíteni, nem lennél jó, és nem áradnál? Nem én lennék. Már azt. Igen, próbálj meg nem te lenni. Igen. Uh-huh. Üdítő. Elképesztő, frissítő tapasztalás. Akkor mindenki azt mondanám, aki körülöttem, hogy emberek csalódnának be. Nem, azt mondják, hogy megváltozott te? Most jó fej. Eddig úgy erőtette te. Nagyon erőtette, most már nem erőteti. Most olyan nyugis lett. Szóval lép ki ebből a keretrendszerből, a komfortzónából. Ne akarjál segíteni, ne áradjál, ne akar jó lenni, semmi. Helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés, semmi több. És ez nem gép. Ez a nyugi. Ez az egyből való cselekvés, nem pedig az állandó kettősből, hogy te mindig jó akarsz lenni. Ez állandóan beindítja a veled szemben lévő rosszat is. Tedd a dolgod, semmi több. Köszönöm szépen. Szívesen. És a család életet is helyre fogja hozni ez. Szívesen. Egyéb kérdés? Van egy nagy házi feladatom, az a kommunikáció, és régebben nem volt tiszta, amit akartam mondani. Az angol is nagyon nagy szerepet játszott az életemben, szóval sokszor régebben angolul jutottak eszembe a dolgok, és az is egy kicsit belezavart a kommunikációmba. Valahogy azt látom, hogy valami olyan okozza ezt, hogy amikor beszélek, kételyek vannak bennem, keresem a szavakat, leakadok, nem fejezem be a mondatot, körmondatokat írok, hogy kaptam visszajelzést, hogy összeszedettebb vagyok, de még mindig nem látom, hogy mi van, és ebben szeretném kérni a tanácsodat. Jól csinálod azt, amit csinálsz. Bízhatsz magadban, és ezért nem kell újra és újra elgondolnod, hogy mit akarsz mondani a mondat közben. Egyszer emlékezhetsz, én mondtam neked, hogy Vilma, ne szakítsa félbe Vilmát. Mert hogyha már Vilma félbeszakította Vilmát, és még Vilma azt is félbeszakítja, aki félbeszakította Vilmát, akkor káosz van. Nincs azzal baj, hogy keresned kéne a szavakat. Azzal van néha baj, hogy egyszerre túl sok szót találsz. Tehát egyszerre ez a szál csak egy dologra képes. Tehát mondjuk enni, inni, beszélni, egyebek, de egyszerre csak egy. És egy csatorna van a beszédre is. Tehát szerintem a természetnek egy óriási bölcsessége, hogy egy szánk van. Képzeld el, ha kettő lenne. És az egyikkel folyamatosan enne, inna, a másikkal pedig folyamatosan tudna beszélni. Az egyikkel így horkolna, lélegezne, a másikkal pedig beszélne. Ez borzalom lenne, te.
Tehát a természetben olyan elképesztő együttérző bölcsesség van, csak egy szánk van, és meg kell állni, enni, inni, levegőt venni. Na most az elme ugyanezt meg tudja csinálni. És hogyha szeretnél rövidíteni a mondataidon, akkor kimész a természetbe, és ezt mindenki megcsinálhatja, nem csak Vilma, ránézel épp magad előtt egy fára, és azt mondod, hogy ez egy fa. Pont. A fű zöld, és utána a szünet. Az ég kék, és így szépen lassan szabályozod az úgynevezett jelsebességet, az adatátvitelt. Neked olyan adatátviteled van, hogy egy ilyen internetkábel kell hozzá. Tehát nagyon komoly. De ezzel is van a baj, mert hogyha torlódás van, akkor egyszerre 20 mondatot szeretnél kimondani, és 20 darab ilyen mondat, kezdemény vagy töredék jön elő belőled. Na de azzal, hogy erre rálátsz, tényleg elkezdesz letisztulni, és tényleg nem csinálod rosszul. Tehát én nézem azokat a munka jellegű üzeneteket, amiket írsz, és azok egyre összeszedettebbek. És ez így rendben van. Mi a kulcs? Nem csak neked, másnak is. Egyszerűen, tisztán. Egyszerűen, tisztán. Benedeknek szoktam mondani, és 11 hónapos sem megérti. Rág, rág, nyel. Rág, rág, nyel. Nézd rá. Édes. Tehát itt is megjelenik a karma. Rág, rág, nyel. Megjelenik a mondat, kimondja, szünet, következő. És ez a jelsebesség, ez adagolja majd, és akkor nem kell egyszerre mindent. Hogyha kapkodsz jobbra-balra, akkor a mondatok darabokra esnek. Ha összeszedett vagy, és gyakorlod azt, ami gondolkodás előtti, az segíti a gondolkodást és a beszédet is. Nem műhelytitok, de hogyha gyakorlod a leborulást és az éneklést, a beszédkészséged így megy fölfelé. Bizony. Mert rend van. Elkezd a rendszerben rend lenni. Nem kell másod-harmad réteget gondolni a beszédethez, hanem spontán jön. És az jön, aminek jönnie kell. Oké? Okay? Én azt szeretném kérdezni, hogy teljesen kezdőként hogy tudom megismerni a saját karmám és a szüleim karmáját, mert... A zenben lehet, hogy kezdő vagy, de másban nem. Miben művelődtél eddig? Miben művelődtél eddig? A tudományban? Nem tudom. Valami elmebéli, de nagyon szépen porhanyósította a látásmódot, gondolkodásmódot, egyebeket. Arra építhetsz már. És a zen, mint kezdő helyzet, az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Na, mire szeretnéd a zent használni? Hát arra, hogy a családomban a szüleim között lett egy elég nagy probléma, és ők amúgy is így azt láttam rajtuk, hogy a vesztük felé rohannak, és én mindig szerettem volna rajtuk segíteni, de úgy nem igazán tudok, és most ez a probléma, ez még jobban, főleg anyukám fele, ez így eléggé, tehát egy elég rossz helyzet így alakult ki, és így voltam pillanat, hogy azt mondtam, hogy én ezt már nem tudom ezzel mit csinálni, vagy hogy kezdjük magammal, mit kezdjük magammal velük ezzel az egész helyzettel, és hogy lehet ehhez jól lenne tudni amúgy ezt az egész karmás dolgot, hogy ez hogy van. Hát a családi karma az egy külön kategória tényleg, tehát négyféle karmaosztályt különböztetünk meg, egyéni, páros, családi és csoportos. Eltérő létszám, eltérő kötőerő, eltérő intimitásfok mindegyiknél. És a családi karma, ugye az, csak hogy világossá tegyem, a páros karmától annyiban különbözik, hogy gyerek. Ez az óriási lépés, ami a párkapcsolatból családot csinál. És a legfájdalmasabb az, hogy fölfelé nem tudsz tanítani. Tehát a szüleidnek nem tudod megtanítani azt a bölcsességet, azt az együttérzést, amit te az ő áldozatuk árán is, de megtanultál. Látod őket. De visszafele szinte lehetetlen szülőt tanítani gyermeki oldalról, mert az ő szemükben te mindig gyermek leszel. Értjük? És nem az együttérzés hiánya az, hogy ha ők a vesztükbe rohannak,
akkor te egy idő után, miután tényleg megpróbáltál segíteni szóban, érzelemben, gondolatban, tettben, mert ezt minden gyermek megteszi normális állapotban, azt mondod, hogy nem tudok segíteni rajtatok, mert nem hallgattok rám. És ezt nem rovom föl nektek, de én nem követlek benneteket ezen az úton. És ezek után persze, ha szólnak, segítesz, de nagyon valószínűtlen, hogy szólnának. Egyet felejt el mindig a szülő, hogy a gyereke felnő. És ha elmúlt 18, 24, 28, ezek ilyen stációk, és nem egyszerre válunk felnőtté. De egyszer felnőtté válunk, és ezt a szülőnek el kell ismerni, és hogyha kellő tudatszinten van, még így meg is köszönöm, drága gyermekem, hogy te felnőtté váltál, és egy felnőtt gyermekem, és nem egy gyermek gyermekem van. Mert akkor végre a tiéd a felelősség. De ez azt jelenti, hogy a szülőnek sincs már olyan támaszkodási lehetősége a gyerekre, mint az előtt. Nincs alárendeltség már. És ezt nagyon nehéz egy szülőnek megemészteni. Az apának másképp, mint az anyának. Az anyának egy elképesztő trauma, hogy a gyerek kirepül otthon, ahol otthon volt vele évekig. Az apa pedig az, hogy igen, végre utat választott a gyerek, de nem azt, amit én akarok. Ismerős, ugye? Oda-vissza. Na, ekkor rá kell ébreszteni a szülőt, amennyire lehet, a tiszteleten belül, hogy az ok és okozat törvénye akkor is érvényes rájuk, ha feletted ítéletet mondanak, és akkor is érvényes rájuk, ha nem. Tehát a te tevőleges hozzáállásod nélkül ugyanaz be fog teljesedni rajtuk, mint hogyha elfogadták volna a segítségedet. Ennyi. És ezt nekik látniuk kell. És ha nagyon magasan kvalifikált, művelt, nagyon jó tudatszinten lévő szülők nem látják be. Mert tőled, mint gyerek, nem fogadják el. Egy baráttól talán, egy kortárstól talán, egy exponált, köztiszteletben álló személyiségtől talán, de a gyerektől nem. Mert az az én gyerekem, én megmondom, hogy ő kicsoda és mit csináljon. Ezért nem. Ez nagyon mélyen benne van a szülőben. Úgyhogy erre kell számolni, és hogy egy idő után le kell tudni választódni róluk, még akkor is, hogyha ez olyan, hogy kitépik a szívedet. Oké? Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Történt velem 19 éves koromban egy baleset, amiben engem nem vitt el a rohammentő, és én nekem az egy nagyon jó érzés volt. Tehát mindent érzékeltem körülöttem, ami történt. És elkezdtem számolni, és a 9-es szám az nálam folyamatosan bekövetkezett tragédiák voltak, de mind arra irányult, hogy növesztettem bizonyos betegségeket. De olyan betegségeket, aminél már azt mondták, hogy nem valószínű, hogy a műtőből kijövök. Háromszor meg is muszáj megváltoztatnod a számrendszert. 8-as számrendszerbe kell dolgoznod. Nem éred el a 9-et, és mindig újra. Most 10-nél vagyok. Most tünetmentesen 10-nél vagyok, úgyhogy most egy kicsit megnyugodtam. Jó. Hogy el lehet vele menni. Dolgoztam rajta. 16-ig, utána vissza, újabb jegy, és akkor már 18 ne legyen. Viccen kívül tessék megnézni, hogy ezeket a ciklusokat hogyan gyártod le. És itt nagyon fontos az elkövető áldozat átmenet. És az jött be érzésként, hogy az anyukámtól vártam volna azt, hogy figyeljen rám. Na most én viszont ezeket a betegségeket soha nem közöltem senkivel. Tehát a környezetem nem tudta, sőt, azt gondolták, hogy minden rendben van, mert humorral mindent én azt gondolom, hogy túl lehet élni. És nem tudta a környezetem, csak az utolsó pillanatban, amikor már toltak vissza. A kérdésed olyan helyről jön, amely a zennel még nem találkozott. Tehát ez egy terápiás kérdés, amit fölteszel. Ezt egy jó terapeuta tudja neked kibontani. A zen gyakorlat ehhez segít, de én nem vagyok terapeuta. Tehát a zen gyakorlatot azért ajánlom neked, hogy tiszta tudattal tud egy nagyon kvalifikált pszichológusnak feltenni ezeket a kérdéseket, és szépen óráról órára, hétről hétre ezeket kibontjátok.
a zenben ilyen narratívára vagy kognitív terápiára a hagyomány nem tart fönn teret, nem ad olyan lehetőséget, amelyel csak ezt a narratívát ki lehet bontani. A gyakorlat viszont segít, hogy a megfelelő tudati tisztasággal és hozzáállással lásd a saját karmádat, és ezért javaslom, hogy gyakorolj tovább. De ahogy előhozod, ahonnan mondod, ez egy terápiás kérdéskör. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Ott? Egész életemben azt vettem észre, mintha nagyon feszélyeznék másokat egyfolytában is. Te magadat feszélyezed. Te olyan feleslegesnek érzed magadat, te, mint a szemét az utcán, amit te dobtál el. Igen, ez így van. Igen, de miért? Apuka nem épített önbizalmat beléd? Ő nem. És ez baj? Férfiág, tessék valahol ezt jó kis hierarchikus férfi közösségben újraírni, még nem késő. Család, gyerek van? Nincs még. Hát sikertelen vagyok így a karrierben meg. Apavona. Tessék ezt orvosolni belőle, hogy meglegyen az, hogy neked mi az utad a világon, miért vagy itt, mi a dolgod, ki vagy te. Ebből a szempontból is jó helyre jöttél, mert a téves nézeteket, meg ezt a feleslegességérzést, ezt kisöpri. Apavona a végig. És le kell választódni erről a karmáról is. Csak újra tudod rakni a berendezést belőle. Erre esetleg van mantra, vagy? Nagy dárani, nagy együttérzés dárani, de nagyon sokszor. Az a kvanszempusza? Nem. Ez az együttérzés, de nem a nagy együttérzés dárani. Ez a simjó dzsangódé dárani, nem uradana dárani, nem akarja bár úgy össze, bár úgy össze. Na, ez benne van az énekeskönyvben 20. oldal, ott. És ezt nagyon sokszor teljes hosszában naponta. Ezt este elég, vagy 24 óra. Akkor magamban is. Jó, tehát reggel egy óra, délbe egy óra, este egy óra, amit csak tudsz, kinyesed az időt, nem lehet más tevékenység közben még neked ezt csinálni, kinyesed az időt, és formálisan szépen megcsinálod, gyakorolsz. Jó. És akkor ez a borzasztó, fekete tolpihe érzés, ez így elmegy. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Tényleg az utolsó? Hallgatunk. Szóval ciklusok és ismétlődés jellemző az életemre, hogy számomra minden nagyon-nagyon-nagyon nehezen jön össze. Tehát, mint hogyha valakiknek dombot kell mászni, nekem egy sziklás egységet. És az is igaz, hogy valahányszor megmászom ezeket, iszonyatosan sokat tanulok mindegyikből, nagyon-nagyon sokat tanulok az útból, és nem tudom, hogy ez egy karma, amit le kell küzdeni, mert nyilván... Nem le, hanem küzdeni. Tehát erősebbé tesz, és ez látszik is. Tehát ezek a küzdelmek téged erősebbé tesznek. Tehát ne küzdjek a küzdelem ellen? Igen, légy szíves. Okay. Nézd meg, hogy kivé válsz ezáltal, és hogy mit érsz el ezáltal, mind a kettőkkel. Ha nem azt éred el, amit tényleg szeretnél, akkor rossz irányba ment az erő. Ha nem azzá váltál a küzdelem által, akivé tényleg szeretnél válni, akkor nem figyelted magadat a harc közben. De hogyha azzá válsz, akivé tényleg válnod kell, és válni szeretnél, a kettő egy idő után ugyanaz. Az a jó, amikor ez a kettő nem különbözik. Illetve azt éred el, ami neked és másoknak egyaránt segít, akkor nem tévedtél. Köszönöm. Nagyon szívesen. Megköszönöm, hogy ezt a hétvégét együtt töltjük a Zen tábor tevékeny, mosolygós, csoportos intelligenciájában. Megköszönöm mindenkinek azt a segítséget, amelyet ehhez nyújt, akár mint rezidens, akár mint előző generációk tanítói. És remélem azt, hogy ezen a hétvégén is a közös erőfeszítés közelebb hoz minket egy sokkal tisztább tudatállapothoz, letisztultabb életvitelhez, hogy magunkon és másokon egyaránt tudjunk segíteni ezzel a tudatminőséggel. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a közös gyakorlatot.